Szombathely főterén hosszú évszázadokig állt egy torony, amelynek csúcsáról Szent Márton tekintett le az emberekre. Ennek a toronynak a méretarányos makettje is látható a tárlaton, ahogy egy kút is, hiszen a legendák szerint Márton egy kútnak a vizével keresztelte meg édesanyját, és ez a mai Szent Márton templom előtt található Szombathelyen. A Szent Márton emlékéhez kapcsolódóan rendezte a tárlatot a Vas megyei levéltár. A célunk az volt, hogy felmutassuk azokat a dokumentumokat, elsősorban a levéltári dokumentumokat, amelyek igazolják, bizonyítják a ma élők számára is, hogy az itt élőknek, Szent Márton szülőföldjén élőknek mindig is fontos volt az, hogy a város nagyszülöttjének az emlékét megőrizzék, illetve tudták azt, hogy Szent Márton Szombathelyen született. Több hónapos kutatómunka előzte meg a tárlat megnyitását. Olyan emlékek is bemutatásra kerülnek, amelyeket eddig még nem láthatott a közönség. 15 tablót tekinthet meg a betérő, amelyek segítségével megismerkedhet például Szent Márton egyházmegyéjével, a Szent Márton titulusú Vas vármegyei templomokkal. Ráadásul ezek a templomok egy terepasztalon is láthatóak. A tablókhoz illeszkedő tárlókban pedig láthatók például pecsétek, oklevelek, térképek. A kiállítás megnyitóján dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere egy új, Szent Márton életének szombathelyi eseményét megörökítő képzőművészeti pályázatról tett bejelentést. A következő közgyűlésen egy pályázatot kívánunk kiírni, amely Szent Márton születését örökíti meg valamiféle képzőművészeti szobrászati alkotás formájában. A tárlat szeptember 30-áig várja a látogatókat. A Szavária történelmi karnevál idején rendkívül nyitvatartással. Augusztus 25-én, 26-án, 27-én 10 órától 22 óráig, augusztus 28-án pedig 10 órától 18 óráig fogadják az érdeklődőket.